Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, nevem Kókai Mónika. Ma május 13-a van, a szervácok és az imolák ünneplik névnapjukat. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak egy-egy mondatban. Nem emelkedett a benzin és a dízel ára Szerbiában, egy hétig az eddigi áron tankolhatunk. Évvégéig újabb, további 20%-os drágulásra kell számítani a szerbiai ingatlanpiacon. Ülésezett a szerb nemzetbiztonsági tanács. 4 állam visszavonta Koszovó függetlenségét. Kiderült, kik alkotják az 5. Orbán kormányt. Orbán Viktor közzétette a neveket. A következő egy hétben ugyanannyi marad az üzemanyag ára Szerbiában, mint az előző héten. Ma 15 órától az eurodízel literjéért legfeljebb 202 dinárt kérhetnek a szerbiai töltőállomásokon, míg az ólommentes 95-ös benzinért pedig 180 dinárt. Ezek az árak jövő péntekig maradnak érvényben, közölte a Kereskedelmi Minisztérium. A NIS töltőállomásain az elkövetkező egy hétben 197 dinár lesz a dízel literenkénti ára. Töretlenül emelkednek az ingatlanárak Szerbia szerte. Egyes szakértői vélemények szerint évvégig még 20%-os drágulásra lehet számítani az építőanyagok világpiaci árának emelkedése, valamint az orosz-ukrán háború miatt. Ettől függetlenül nagy a kereslet az ingatlanok iránt, elsősorban befektetés céljából. 1500-tól 3000 eurós négyzetméterenkénti árak mellett ritka az az átlagpolgár, aki megengedhet magának egy lakást. Lakhatás szempontjából így sokan bizonytalan jövő elé néznek. Znam, da su cene mnogo skočile u poslednje vreme naročito, tako da uopšte je pitanje da li će iko iz moje generacije i kada moći da priušti da ima svoj stan ili će ceo život živeti u nekom podstanarskom. Građanin sa prosečnom zaradom ne može uzeti stan, tako da ništa od toga. Danas se stanovi i kuće ili nasleđuju ili kupiti teško. Az adatok mégis azt mutatják, hogy nagy a kereslet az ingatlanok iránt, folyamatosan vásárolják a lakásokat, és gyakran már az építkezés kezdetekor elkelnek. Ehhez nagyban hozzájárul, hogy a környező településekről és a régióból is a nagyvárosokba költöznek az emberek. Priliv ljudi je u gradove velik, samim tim potražnja je znatna, svi žele u velike gradove, tu se sve dešava, Beograd, Novi Sad. I mi smo deo Evrope, bar što se tiče cena nekretnina. Cene još uvek rastu, neće padati, traže se svi delovi Novog Sada. Logično je da je centar najskuplji, pa prema periferijama cena polako jenjava. 2020-ban a szerbiai ingatlanpiac értéke 4,1 milliárd, 2021-ben pedig már 6,5 milliárd euró volt, ami 40%-os emelkedést jelent. U 2020. godini i 2021. imali najveći rast prometa i cena nekretnina u poslednjoj deceniji. Baš zbog toga što su ljudi i tada zbog pandemije želeli da ulože nekretnine u ono što su smatrali da je najsigurnije sredstvo za investiranje, isto se to događa i sada. Serbia nem egyedi eset, az ingatlan árak világszerte drasztikusan emelkednek. Koszovó beadta csatlakozási kérelmét az Európa Tanácsba. Ez volt a szerb nemzetbiztonsági tanács mai ülésének fő témája. Pristina azt követően döntött így, hogy Oroszországot kizárták a szervezetből. A nemzetbiztonsági ülést követően Nikola Selaković elmondta, átadta Alekszandar Vučićnak annak a 4 országnak a feljegyzését, amelyek visszavonták Koszovó elismerését. A nemzetbiztonsági tanács felhatalmazta az államfőt, hogy amikor azt szükségesnek tartsa, tájékoztatja
tájékoztassa a nagy közönséget a szóban forgó országokról, emelte ki a szerb külügyminiszter. Selaković hangsúlyozta, Szerbia ezzel a gesztussal esélyt akar adni az Európai Tanács tagállamainak, hogy júniusban ne kezdeményezzék Koszovó felvételi eljárását a szervezetbe. Mozgalmas időszak előtt áll Szerbia, az elsődleges cél, hogy az ország érdekeit tartsák szem előtt, fogalmazott. Pred nama su burni i važni dani. Sljedeće nedelje predsjednik očekuje posjetu predsjednika Evropskog savjeta gospodina Charlesa Michela. Najavljeno nam je održavanje konferencije o Zapadnom Balkanu, čiji će domaćin biti predsjednik Francuske Republike Emmanuel Macron 23. juna. Znate da nam slede i veoma važni pregovori koji se tiču cene gasa, koji će se voditi sa Ruskom federacijom, a u sve to i naša diplomatska borba za zaštitu naših državnih i nacionalnih interesa. Orbán Viktor magyar miniszterelnök lefolytatta konzultációit a kormányalakításról, és megállapodott a lendő kormányának minisztereivel a következő 4 év közös munkájáról. Orbán Viktor korábbi nyilatkozataiban kifejtette, április 3-án az emberek világos döntést hoztak. Elvárják az ország vezetőitől, hogy ezekkel a veszélyekkel szemben megvédjék őket, megvédjék Magyarországot. Orbán Viktor 5. kormányában Semjén Zsolt általános miniszterelnök helyettes, aki egyúttal nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszter lesz. Az Agrárminisztériumot Nagy István, a Belügyminisztériumot Pintér Sándor, az Építési és Beruházási Minisztériumot Lázár János, a Honvédelmi Minisztériumot Szalai Bobrovnicki Kristóf, az Igazságügyi Minisztériumot Varga Judit, a Pénzügyminisztériumot Varga Mihály, a Technológiai és Ipari Minisztériumot Palkovics László vezetheti majd. Orbán Viktor a Kulturális és Innovációs Minisztérium vezetésére Csák Jánost, a Külgazdasági és Külügyminisztérium élére Szijjártó Pétert, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetésére Rogán Antalt, a Miniszterelnökség élére Gulyás Gergelyt kérte fel. Nagy Márton gazdaságfejlesztésért felelős miniszterként, Navracsics Tibor pedig területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszterként dolgozhat a következő 4 évben. Orbán Viktor május 16-án hétfőn teheti le 5-ször a kormányfői esküt. 79. napjához érkezett az orosz-ukrán háború. Kijev közölte, újabb tárgyalások kezdődtek az Azovsztal acélmű evakuálásáról. Számos az ukrán hadsereg ellátására szánt benzint és gázolajat tartalmazó tartályt és Kremencsuk külterületén lévő olajfinomító termelési létesítményeit semmisítették meg az orosz tengeri és légi indítású fegyverek, közölte az orosz védelmi minisztérium szóvivője péntek délelőtt. Ez volt Ukrajna egyetlen üzemképes olajfinomítója. Az orosz védelmi minisztérium összesítése szerint az ukrán fegyveres erők a háború kezdete óta 165 repülőgépet, 125 helikoptert, 842 drónt, 304 rakétarendszert, valamint több mint 3000 harckocsit veszítettek el. A harcok óta mintegy 6 millió ember menekült el Ukrajnából. Mindeközben Vlagyimir Putyin orosz elnök és Olaf Scholz német kancellár ma telefonon egyeztetett. Putyin úgy fogalmazott, a béketárgyalásokat alapvetően Kijev gátolja, ezért azokat különböző szinteken folytatják. Olaszországba szállították gyógykezelésre egy szerbiai gyereket az új hepatitis fertőzés miatt, amely megtámadta a máját. A szerb közmédia tudósítása szerint a 9 éves gyerek szervátültetésre szorul, ugyanakkor erről a bergamoi orvosok döntenek majd. Itteni kezelőorvosa szerint a fiú jól van, azonban további ellenőrzések szükségesek. Belgrádban egyelőre nincs több az új fertőzésre utaló tünetekkel kezelt gyermek. Világviszonylatban azonban nő a számuk. Jelenleg 450 ilyen esetről tudnak. Egy bizonyos részüknél elkerülhetetlen a transzplantáció. Javában zajlik az óvodai iratkozás Magyar Kanizsán. Május 23-áig az EU-Prava portálon keresztül jelentkezhetnek a szülők. A gyerekek orvosi vizsgálatát augusztus folyamán kell elvégezni.
Az oromhegyesi Pintér Sára kislánya őszre kezdi az ovit, igaz, még nem óvodaköteles, de jobbnak látják, ha gyermeküket előbb beíratják. Elsősorban azért, mert én is és a férjem is dolgozunk, és ilyenkor anyósom vigyáz a kislányra, és így neki is több szabad ideje lesz. Másrészt meg azért, mert elég hiperaktív elemény kislányunk van, és én hiszem azt, hogy javára válik az óvoda. A Horgosi Fekete Zsanett kisebb gyermeke napközis, míg a nagyobbik óvodás. Mind a két kislány beiratkozása az e-uprava portálon keresztül történt, könnyedén és zökkenőmentesen. Mindig a szeptember előtti májusban ugye beregisztráltam őket. Ez a regisztráció nem volt nehéz, ugye beírtam az én adatomat, beírtam a gyermekem adatait, és ez a rendszer minden papírt lekírt és elküldött az óvodának, így nekem semmiért nem kellett szaladgálnom. A községben kötelező azon gyerekeket beíratni, akik 2016. március 1-e és 2017. február 28-a között születtek. Akik viszont már korábban beiratkoztak az óvodába, ők automatikusan átkerülnek a következő csoportba. Kérem a szülőket, hogy aki nem járt még eddig óvodába, és most iskolaelőkészítős lesz ebbe az következő iskolaévbe, okvetlenül, hogy írassák be gyermekeiket. Az újonnan beiratott gyermekeknek a szülei most az e-upraván keresztül történik elektronikus formában az iratkozás, amit a szülőknek, ha véletlenül nem sikerül, bármikor szívesen itt vagyunk és segítünk. A beiratkozással felmerülő esetleges problémákkal kapcsolatban az érintettek segítséget kérhetnek a Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény 024 4874 380-as telefonszámán, vagy pedig személyesen a lakóhelyükön található óvodában. A Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézménynek a 9 településen 11 épülete van. Ezekben az objektumokban több mint 600 gyermek jár. Az igazgatóság abban bízik, hogy a 2022-2023-as iskolaiban is legalább ennyi gyerek iratkozik majd be. Megkezdődtek a felvételi vizsgák a szerbiai szakosodott gimnáziumokban és művészeti középiskolákban. Május 22-ig tart a vizsgaidőszak. A diákok maximum 160 pontot szerezhetnek a vizsgák mindegyik részében, tehát összesen 480-at. Elsőként mától a művészeti szakra jelentkezők vizsgáznak három részben, rajzból, festészetből és szobrászatból. Már a nyár folyamán elkészülhet az Újvidéki Fórum könyvkiadó intézet gondozásában a magyar-szerb szótár első kötetének online változata. A jövő év elején pedig már megjelenhet a teljes nyomtatott kétkötetes szótár. A Magyar Nemzeti Tanács mai fordítástudományi tanácskozásának témája a készülő új szótár volt. A Fórum könyvkiadó intézet a 2016-ban megjelent szerb-magyar középszótárt követően most a magyar-szerb szótáron dolgozik. Az első kötet anyaga már nagyrészt elkészült, a munkaverziót még szeretnék szakemberekkel véleményeztetni. Ellentétben a szerb-magyar szótárral, ott ahol egy kész kéziratot kaptunk, aminek csak a szerkesztésével kellett foglalkoznunk, most a kéziratot is nekünk kell elkészíteni, ami ez az egyik legnagyobb feladat az volt, hogy összeállítsuk a szakértői gárdát. Ez 2019 folyamán megtörtént. Jelenleg négyen írják a szócikkeket. A magyar értelmező kézi szótárt veszik alapul, és szóról szóra haladva megkeresik a szerb megfelelőket. Érdekesség talán még az, hogy mi mindenképpen szeretnénk, hogyha a szótárban benne lennének az úgynevezett vajdaságizmusok, tehát azok a szavak vagy variánsok, amelyeket mi úgy érezzük, hogy részei a vajdasági magyar köznyelvnek, és hát ugye ez a vajdasági magyar köznyelv mindenképpen áttér a magyarországi magyar, tehát hogy a köznyelvtől. A magyar-szerb szótár bemutatója arról árulkodik, hogy a Fórum könyvkiadó intézet kiváló munkát végzett már az előző szótár elkészítésekor, és hogy olyan kutatói, szerkesztői csapata van, amely a szótárt el tudja készíteni, mondta Hajnal Jenő a tanácskozás előtt. A tervezett 35 ezer szószik helyett majdnem ennek a duplája kerül az új szótárba, mindez pedig arról árulkodik, hogy hát megalapozzuk annak az esélyt és lehetőségét, hogy az itteni szerb tudományos szótárírókkal, mindenekelőtt a szerb Maticával és a belgrádi
illetékes intézményekkel együtt talán egyszer elkészülhet a magyar-szerb nagy szótár is. A tervek szerint néhány hónapon belül elkészül a magyar-szerb szótár online változata. A teljes, nyomtatott kétkötetes szótárt pedig már a jövő év elején kézbe vehetjük. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradó folytatásában. Nehéz napjuk lehet a babonásoknak, ma péntek van és 13-a is. Igazi, nyár elő lesz a hétvégén, de bárhol előfordulhat zápor, zivatar térségünkben. Rögtön megyünk tovább, előbb azonban halljuk, mi lesz ma a közügyekben. Kozma Zoltán, tiéd a szó. Köszönöm szépen, köszöntöm a nézőket, szia Móni. A közügyekben foglalkozunk a küszöbön álló népszámlálással, az elektromos autók esetleges szerbiai térhódításával és a szenvedélybetegek problémáival. A műsorban két hétvégi eseményről is szó lesz, a múzeumok éjszakája kapcsán a szabadkai programokról tudhatnak meg többet. Az Eurovíziós Dalfesztivál döntőjét pedig szombaton tartják Olaszországban. Ezt az énekversenyt lehet szeretni vagy nem, de mindenki beszél róla. Így teszünk mi is, tartsanak velünk hat után. Köszönjük szépen! Ismét segítségre van szüksége a kelebiai családnak. Biagajszer Zlatkónak és Körösi Jubicának. A Pannon RTV stábja egy évvel ezelőtt már forgatott náluk, akkor sok segítséget kaptak a nézőktől és a hallgatóktól, azonban Jubicának azóta sokat romlott az állapota. Leginkább pelenkára lenne szükségük. A Pannon RTV stábja egy évvel ezelőtt járt a kelebiai családnál. Körösi Jubica akkor még lábra tudott állni, most viszont alig tud már mozogni, egész nap az ágyban fekszik, sokat romlott az állapota. Nemrégiben elkapta a koronavírust, kórházban ápolták. Férje, Biegacer Zlatko párja Parkinson-kórban szenved, gyakran vannak pánikrohamai. Mióta bementem a Covid osztályra, már jól bevittek be, nem maradtam volna túl, én nem akartam, de ő betúrt, hogy menjek, meg a mentősök is kivittek előszakka, de most már nem bánom. Körösi Jubica és Biegacer Zlatko havi 18 ezer dinárból élnek. A pénz nagy része a házbérre és a rezsiköltségekre megy el. A segély többi részét Jubica gyógyszerére és kezelésére költik. Minden segítséget elfogadnak, de a legjobban pelenkára lenne szükségük. Beteg volt a feleségem, Covid azóta nagyon le van gyengülve, nagyméretű pelenkákra van a legnagyobb szükségünk. Sajnos nem tudom itt hagyni, mert más országban bírom itt hagyni. Van egy barátom, aki szokott segíteni, hogy elvisz a gyógyszertári, meg visszaútóval, ütett barát szilveszternek, én aki ő, amit bír segít, de ő sem bír végtelenségig mindent. Zlatko elmondta, a legnagyobb probléma az, hogy bár egy évvel ezelőtt még tudott vállalni alkalmi munkát, Jubicát egy óránál tovább nem hagyhatja magára, mivel légzési nehézségekkel is küzd, gyakran fullad. Azok, akik segítenének a kelebiai rászorulóknak, Biegacer Zlatkót keressék a 062 87 09 411-es telefonszámon. Ruhákat és játékokat ajándékozott az Észak Angyalai Humanitárius Egyesület a szabadkai Kolevka gyermekotthonnak. A két éve működő topolyai székhelyű szervezet eddig két-két alkalommal segítette élelmiszerrel a szabadkai közkórházat és a Kolevka gyermekotthont. Ma játékokkal és ruházattal látták el az intézmény védenceit. Topolya községben egyébként 190 rászoruló családot segít a jótékonysági egyesület. A felajánlásokat az egyesület közösségi oldalán és a 062 857 65 82-es telefonszámra várják. Ovo je naša treća akcija za Kolevku. Prethodno smo imali i akcije za dečije odeljenje opšte bolnice u Subotici. Naravno kod nas u opštini Bačkoj Topola podelu hrane, garderobe. Sad krećemo sa kreativnim radionicama za decu i to je to. Trenutno je u toku akcija i za dom osoba ometene u razvoju u Ćupriji pri manastiru Svete Petke.
Ebben az évben is megszervezik Magyar Kanizsa községben a kiürült vegyszeres flakonok összegyűjtését. A növényvédőszeres flakonok elszállítása a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége és a falugazdászok közös szervezésében valósul meg. A gyűjtést abból a célból végzik, hogy a mezőgazdasági termelők az üres flakonokat ne dobják és ne ássák vagy égessék el. Az elmúlt év tapasztalata azt mutatja, hogy az akcióval a termelők is elégedettek. Az érdeklődők bővebb információt a falugazdász irodában kaphatnak, vagy a 062 800 65 33-as telefonszámon. Június folyamán tervezzük, hogy ismét összegyűjtjük a vegyszeres, növényvédőszeres flakonokat. Az elmúlt évben három helyszín volt meghatározva, de amennyiben, tehát ez volt Horgos, Magyar Kanizsa és Orom, amennyiben igény van rá, akkor a többi településre is be tud menni a kamion összegyűjteni a flakonokat, ha egy megfelelő mennyiség összegyűlik. A pontos helyszínekről később tudom informálni a termelőket. Teltházas előadással zajlott a 31. Rexur Exit hagyományos húsvéti koncert a Szabadkai Zsinagógában. A rendezvényen fellépett az Albe Vidákovics székesegyházi kórus, a Szabadkai Filharmónia és a Collegium Musicum Catholicum is. Szólistaként Pamela Kis Ignyátov és Guzsvány Izabella adott elő darabokat. David Bertrán orgona művész pedig a zsinagóga orgonáját szólaltatta meg. Nagy érdeklődés övezte az idei hagyományos húsvéti koncertet, ugyanis az előadók olyan darabokat adtak elő, melyek Szabadkán most voltak először hallhatóak. Ada Vidákovicstól fogunk játszani, ő az lesz az ős bemutató. Ő valójában egy zeneszerző pap volt. Azt hiszem, hogyha jól tudom, ezt 1952 vagy 3-ban írta ezt a művet, amit ma este fognak hallani. A koncerten többek között Charles Gounod, Benedetto Pellizzari és szerbiai elismert zeneszerzők műveit is előadták. Zapravo želimo pokazati kao zajednica da smo sposobni iznjedriti jedan ovako veličanstveni događaj i da uz svjetska imena glazbena koje ćemo danas čuti, znači skladatelje koji su evropska imena, možemo staviti i skladatelje koji su naši mjesni, a to su Albe Vidaković i Bela Anišić. Tako da će danas biti jedan spoj naših imena svjetskih, a vjerujem da će biti zaista veličanstveno. A húsvéti koncert a Horvát Nemzeti Tanács és a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával valósult meg. A művészeti alkotások, élmények, élvezetek és tűz nélkül mit sem érnek, hangoztatta Miroslav Jovancsics a VM4K csütörtök esti beszélgetős programján. A festőművész és zenész gyermekkoráról, élete legfőbb mozzanatairól és a művészet iránti szeretetéről mesélt a közönségnek. Általános iskolában vagyok, és az ablakomon keresztül nézem az utcát, ami ilyen unalmas, semmilyen utca, semmi érdekes nem történik. Van egy ilyen lámpák sora, ami perspektívából, távlatból eltűnik valahol. Tél van, esik a hó. Na most ezt meg kellene fogni, ezt a dolgot. Ja. És a végén csak az van a rajzon, hogy ott vannak azok a lámpák, és egy unalmas semmi. Nagyon sokáig nem tudtam, hogy miért vagyok annyira ügyetlen. Miért nem tudom visszaadni azt, amit úgy én látok, meg amit gondolok. És akkor rájöttem arra, hogy igazából ez azért van, mert én próbáltam ábrázolni azt, amit látok, nem azt az élményt, ami azt kísérte. És az élményben van a kulcs. A 19. század Szabadkájának idejéből származó festményeket, bútorkészleteket, ruhadarabokat, tervrajzokat és más tárgyakat tekinthetnek meg az érdeklődők a Historizmus Bácskában című kiállításon a Szabadkai Városi Múzeumban. Dr. Korhec Pap Zsuzsanna festő és restaurátor a tárlat kurátoraként a korszak szakrális művészetét mutatta be. A historizmus, vagyis a neostílusoknak a kor egészen a 20. század első felébe is átfolyt, de a leg
legszebb időszak az 1880-as, 90-es évek idején volt, és hát ahogy a város fejlődött, jelentős új építkezések voltak az egyházművészet terén, és nagyon sok új alkotás született meg, új templomok épültek neogótikus stílusban, a régieket, a barokkoriakat neoromán stílusban felújították, vagy neoreneszánsz stílusban, és teljes berendezésüket is egységesen ugyanebben a stílusban teremtették meg. Szerbia bejutott az Eurovízió döntőjébe. Az Eurovíziós Dalfesztivál második elődöntőjében fellépő Konstrakta tovább juttatta Szerbiát a döntőbe. A Torinóban megrendezett második elődöntőben Konstrakta az est harmadik fellépőjeként állt színpadra tegnap este. 18 ország képviseltette magát, amelyből csak 10 jutott tovább a szombati döntőbe. Konstrakta produkcióját egyébként Vastapssal jutalmazta a közönség. Ma péntek van és 13-a. Valószínűleg még a bibliai időkben alakult ki a hiedelem, hogy szerencsétlen dolgok történhetnek ezen a napon. Ebben közrejátszhatott például az is, hogy Jézussal együtt 13 ember vett részt az utolsó vacsorán, és Jézus keresztre feszítése is pénteki napra esett. Az ókori Rómában, majd később a középkorban több helyen, például Angliában is pénteken hajtották végre a kivégzéseket. Az is érdekes, hogy a középkorban az állítólagos boszorkányok büntetése is péntekre esett. Bármennyire hihetetlen, de a babona ma is sokakat korlátoz tevékenységükben. A félelem a gazdaságra is kihat. Egyes felmérések szerint csak az Egyesült Államokban 17-21 millió embert érint a fóbia, amely 800-900 millió dolláros bevételkiesést okoz azzal, hogy sokan nem mernek repülőre szállni, autóba ülni vagy balszerencsétől való félelmükben dolgozni. Ezen a napon nem szabad létrára mászni, és minden bajos gondolatot le kell kopogni egy fán, legalábbis a babonások szerint. Folytatódik a nyári meleg térségünkben 30 fok feletti hőmérsékletekkel, ugyanakkor az előrejelzések szerint az előttünk álló este folyamán több helyen megnövekszik a felhőzet Vajdaságban, és bárhol, bármikor előfordulhat csapadék, mennydörgéssel, széllel kísérve. A hétvégén továbbra is meleg, ugyanakkor valamivel enyhébb időre 27-28 fok körüli értékekre számíthatunk. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 fok körül alakul. Fontos meccsre készül a TSC labdarúgó csapata. A topolyaiak bő fél óra múlva Nisi Rádnicski otthonában lépnek pályára. A mérkőzés izgalmasnak ígérkezik, ugyanis a két csapat egymás mögött áll a tabellán, azonos pontszámmal. Mindkét együttes 48 ponttal az ötödik és a hatodik helyen várja a következő fordulót. Előttünk a negyedik helyen a Vosdovác tanyázik. Csupán egy ponttal szereztek többet üldözőiktől. A negyedik hely megszerzése azért lenne fontos a topolyaiak számára, mert az idény végén ez nemzetközi kupa szereplést is eredményezne a TSC-nek. Indulhatnának a legfiatalabb európai kupasorozatban, az Európa Konferencia Ligában. Eddig tartott a híradó. Érkezzenek még egyszer a nap kiemelt hírei egy-egy mondatban. Nem emelkedett a benzin és a dízel ára Szerbiában. Egy hétig az eddigi áron tankolhatunk. Évvégéig újabb, további 20%-os drágulásra kell számítani a szerbiai ingatlanpiacon. Ülésezett a Szerb Nemzetbiztonsági Tanács. 4 állam visszavonta Koszovó függetlenségét. Kiderült, kik alkotják az 5. Orbán kormányt. Orbán Viktor közzétette a neveket. Köszönjük, hogy velünk tartottak, ha tehetik, folytassák velünk az estét. Minden jót kívánunk, a viszontlátásra!